Jó, tehát beosztottunk egyelőre egy családot dolgozni a parasztházba. Itt meg mi meg kicsiny falunk nagyra nő elven. Így. Utat építünk, és újabb lakóépületeket jelölünk ki, amiben lehet lakni. Nagyjából így szeretném kijelölni. Lehet? Nem lehet. Nem lehet, mert ott útba van neki valami cucc. Jó, akkor így. Mehet a újabb házépítés hadművelet. Hogy legyen elég szorgos kezünk itt dolgozni a különböző helyeken. Na, ezek ott kapának, jó. El lesznek vele. Majd kaptok még plusz embert akkor, hogyha nagyon sokan leszünk, de egyelőre nem vagyunk nagyon sokan. Enyhe népesség növekedésünk van. És aktuális lenne a kőfejtő, mint olyan. Úgyhogy legmagasabb prióra tesszük, hogy építsék fel a kőfejtőt. Most már ez... az kéne, hát az oda sétál, visszasétál, de mit csinálják, hogyha ilyen messze van a kavics? Akkor messziről hozunk kavicsot. Jön egyáltalán valaki? Hogy esőben nem dolgoznak. Igaz is lehet. Vagy csak nincs elég emberünk. Már most. Semmire. Kivesszük a raktárból a dedikált embert, úgy döntöttem, hogy szabadítsunk föl munkaerőt. Hát ha. Aha, ide a magtárba a bogyókat rakják, ők meg elmentek, úgy látom. Feladatra nem rendelt, tehát építkezik. Kevés volt az emberünk már. Semmi gond. Szeretném, hogyha marha gyorsan egy kőfejtőt beindítanánk, növelnénk a lakosságot, és utána belefognánk egy templom építésbe. Mit szintet léphessenek a házak. Nem kell sietni. Igen. Jó lesz ez a kőfejtő itt a világ végén. Nem baj. Akkor is föl kell épüljön, szóval... Közben elállt az eső, kisütött a nap. És rövidesen ideérnek az emberek, hogy befejezzék a kőfaragó tábort. Amit utána birtokba vehetnek, ha felépítettek legalább három házat, hogy legyen ember, aki beköltözzön, és tudjon itt dolgozni. Mert amúgy pikpak megépítik. Eddig tartott a kőfaragó tábor. Úgyhogy rövidesen követ fogunk fejteni, ami kell a templom építéshez, de előbb hagyjuk, hogy megépítsék szépen a házakat, hogy legyen ehhez ember is. Úgy látom, hogy a mezőgazdasági oldalon se ártana nagyon, hogyha így sikerülne nekik valami értelmeset összehozni így a kapálás terén. Hát jó, kevesen vannak, ám de nem sokan. Mindegy. Amíg nem építik föl a házakat, addig nem tudunk semmit csinálni, mert meg kell várni, úgyhogy időt föltekerjük. Megtekerjük az időt. Nem fogunk várni. Nincs erre az időre valami gyors gomb. Ugye megnézzük. Beállítás. Irányítás. Z meg X. Jó. Z meg X. És tényleg. Király. Hogy amíg nem épülnek föl a házak, nem nő a lakosság, addig most van nekünk 8 darab egyes szintű családunk.
ami remélhetőleg rövidesen még több lesz. Igen, igen. Már 9 egyes szintű család van. És minél többen vannak, annál többen építkeznek, mert ugye annyi, annál több a szabad melós. Jó, hát azért itt épülget ez a falu. Szép nagy vihar van. Jó, most az időt levesszük, és akkor a mezőgazdaságba plusz embert rakunk. A kőfejtőbe egyáltalán embert rakunk. Jó, építő anyagaink, izé. Jó, a tűzifánál növeljük a kapacitásokat. A favágónál már növelt a kapacitás. Élelmiszer fronton jók vagyunk, és el kell kezdenünk foglalkozni a szélmalommal. Legjobban úgy működik, ha nincsen semmi körülötte, amik az épületekre és a fákra vonatkoznak. Oké. Szélmalom hatékonysága 94% nekem megfelel. És a közösségi kemence az ide jöhet így, ahol az élelmiszert termeljük. Ezzel ez a termelési lánc megszületik. Az ipari oldalon nekünk lent használ vászonhoz. A bogyóból festék, az annyira nem kell most. Valahonnan nekünk, ha jól vettem ki, akkor ruhás bódét kell csinálni. Aha, types of food, szóval ma. Aha, ruhás bódé. Hát a ruhás bódé az azért jó, mert ahhoz remélem, hogy ő a ruhakészítő, a szövőműhely. A logikusnak tűnik. Itt próbálom az ipart egyébként a piac környékén elhelyezni viszonylag. Mert az olyan viszonylag logikus is egyébként. Aztán majd meglátjuk. Megnézted a Tekit videót, és jöttek vissza az emlékek jelszó. Hát igen, az olyan. Igyekszek. Ezért ma egyébként nem is Tekitet töltöttem föl, hanem egy hónapra előre fel van megint töltve a Gregtek. Aztán ha majd a csíkbaró előkerül egyszer valamikor, mondjuk pont most kaptam egy üzit, hogy így 13-15-től... Aha. Oké, okay, csíkbaró, az majd egy kicsit később lesz, de lesz, azt mondta. Azt akarom látni, hogy ezek most hogy épülnek fel. Az azért jó, mert akkor még lehet, hogy ma a Manor Lords után be fogunk tudni iktatni egy befejező epizódot a Red Dead Redemption 2-höz. Ott elakadtunk tegnap a küldén, de azon átlendítettük, visszaállítottuk a DLL-fájt, van megint magyarítás rajta, úgyhogy majd akkor azt is be tudjuk fejezni, ami azért lényeges, mert hát azért egy hónap múlva csak el kell kezdeni a YouTube csatornára és kirakosgatni azt, amit elkezdtünk tavaly felvenni. A Manor Lords esetén meg mondom, lehet, hogy jön a csíkbaró menet közben, ha van kedve. Ha meg nincs kedve, akkor nem. Szabad csíkbaró. Jó, szövőműhelyt építik. Közösségi kemencét építik. Malmot alig építik, de valami történik. Itt látunk valami. Aha, aha. Ott lehet látni, hogy van valami cucc. És majd a fejlesztési vonalon volt itt egy olyan, hogy nehézeke. Igen, ha majd erre adunk egy pontot, akkor azt tudjuk fejleszteni. Illetve mély bányászat. Jó, az a bányászati oldal, ez meg a mezőgazdasági.
Pékség bővítést tud majd csinálni, meg gyümölcsös. Oké, lesz itt mindenféle. Itt lehet látni, hogy aha, most így azért jobban. Hogy azért kapágatnak, meg csinálják a dolgot. Jó nagy mezőt jelöltünk ki nekik, hogy ne unatkozzanak, meg hogy többet ne kelljen kijelölni. És majd trágyázni fogunk valamikor. Az valószínűleg segíteni fog a helyzeten. Itt ezek kivágták itt a fákat vajon? Nem, mert ezek még fák. Vagy újraültették, vagy fene se tudja. Majd rinyál, ha van baja. Oké. Szénégető még nem készült-e. Jó, meg kell várni, amíg itt megépülnek a különböző dolgok nekik. Éjjel is dolgoznak a mezőgazdasági... Jó, szénégető most készült el ebbe a pillanatba. Oda beosztunk egy embert, hogy csináljon fűtőanyagot. Mit verjön? Építési munkához, feladatra, nem rendelt családokra van szükség. Istenem, kevés a... Még mindig kevés a munkaerő. Növelni kell a falu méretét. Azt mondja, hogy lakossági, polgári telek. Igen. Oké. Melléképülettel itt hátul. Mehetnek a nagyobb telkek oda. Nem venném a lelkemre, ha nem lenne elég lakosunk. Hiszen ki fogja felzabálni azt a rengeteg irgalmatlan mennyiségű tüzelőfát. Közösségi kemence is elkészült. Az közösségi elvileg, az nem kéne, na mindegy, hogy ott gond legyen, de... Jó, hát lakosságot kell növelni, mert az ipar szívja a munkaerőt, gyerekek, mint az állat. Ami nem baj, növeljük a lakosságot. Szóval az van, hogy erre a Manor Lords-ra rá akartam nézni, mert már mindenki is azt mondta, hogy a feladatra nem rendelt, egy feladatra rendelt, tehát akkor itt látom, hogy mi van, de 16 család, ja, de ebből csak 11 vagy 10 családom van, de 16-ot tudnánk összesen befogadni, ha majd felépül az az 5, amit építünk, értem, akkor ezt most már látom, hogy működik. Hát akkor ebben az esetben talán bele kéne húzni is kacok az építkezésbe. Igen, a szövőműhely az jó, hogy felépítettük. De egyelőre nem tudunk szőni, mert hogy... Még egyelőre azt se tudom, hogy... Nem, ahogy látom, föl se kapálták a dolgokat. Jó, hát majd rövidesen nem tudom, hogy mikor nő... Igen, itt már a templomot akarja velem felépítetni, miközben még ruhájuk sincs, mert mindegy. Nem baj. Két család amennyit föl tud kapálni és meg tud dolgozni, annyit megdolgozunk, aztán majd kapnak ökröt, és akkor remélhetőleg jobb lesz, meg hogyha van szabad lakhely, akkor majd azzal tudunk javítani a helyzeten. Jó. Épülnek a lakhelyek közben. Közeleg a tél, azt mondja. Jó, akkor egy család onnan ki, oda be. Tűzifát akkor így lehet duplázni elvileg a tüzelőanyagot. És közben várjuk, hogy költözzenek be családok hozzánk, hogy történjen valami izgi. Ott van munkaerő, lenn? Meg van. Ja, hogy itt a raktár tele van kővel, nagyon jó. Ez egész jól működött. Oké. Okay. Ez lenne a feladat is.
Ha Z-t nyomok, akkor leveszi egyszeresre. Jó, hát ez ügyesen... Ügyesen menedzseli a dolgokat. Hány rész lesz a Greg? Tegből lesz 300 bőven. Bőven, bőven. Hát úgy kell számolni, hogy a tavaly október elejei felvételek mentek most föl. És az egy hónapra elég, szóval... Na, közben újabb család érkezett. Mivel közeleg a tél, ezért a tűzifát most visszaállítom. Várom, hogy... Növöget, növöget a... Ezért egyelőre nincs megfelelő mennyiségű munkaerőnk, sajnos. Pedig elég prió lenne, hogy legyen. Jó, megemelem a lakóhelynek a prióját magasra, és akkor kicsit jobb lesz a helyzet. Meg nagyon magasra, ami már félig megépült. Jó, én értem, szakad az eső, szaridő van, ilyenkor nem akarnak építkezni. Én se akarnék. De nem, ez nem választás kérdése, csináljad. Kalapáját szépen összefelé nekem a lakóépületeket, meg kell a munkaerő. Annak ellenére, hogy egyébként a tüzelőnk fog elfogyni, nem az élelmünk. Ami csak kismértékben vicces, mint inkább nem. Jó, nagyon remélem, hogy hosszú távon fog hozni valamennyit ez a szénégető balhé. Ugye itt elvileg dolgoznak valamit. Mert a tűzifa lesz a télen a problémás. November van. És tavasszal gyakori ez esőzés, szezonális lelőhelyek termelődnek, nyáron növekszik a termés, ősszel betakarítás, tél elfogynak a nyersanyagok, duplázódik a tűzifa fogyasztás, és a hiánya fagyás okoz, tilos a juhokat nyírni. Oké. Hát? Mindenki úgy látja, hogy szerintetek sem megy az építkezés megfelelő tempóba? Jó, és ilyenkor egyébként ebből a kunyhóból most ki kell vennem a családot? Nem, mert ezek árulják közben a cuccot. Te fiú! Nem akartok egy kissé belehúzni ebbe az építkezés történetbe, mondjuk annyira, hogy összekalapáljatok még 2-3 házat? De, végre. Jó van. Nagyon örülnék neki, hogyha egy kicsit több család költözne be, mert hogy problémákba futunk. Közben nő, a tüzelőnk már 5 hónapra elég, azt mondja. Újabb terület épült föl, és újabb területet kapálhatnak föl. Na, ezt már szeretem, amikor csinálják, amire felvettük őket. Az a baj, hogy egy darab ilyen szabad családom van, aki így tud így építkezni, és így ez kevés. Inkább 2-3-at kell szabadon hagyni, de nem volt ennyi laufunk. Nem baj. Szépen felszedik magukat. Most lesz annyi lakóhely, hogy tudjanak dolgozni rendesen, és akkor megépíthetjük azt a templomot. Azt a templomot most már megépíthetjük. Ekkora a templom, jó nagy, mi? Jó, hát akkor azt ide megépítjük. Megépítjük oda a templomot. Közben épülnek még a további lakóházak, tudnak beköltözni, ha akarnak. Mondjuk azt, hogy már ez nem rajtunk múlik. Jó, hát a templom építéséhez szállítgatják a mindenféle anyagokat, az biztos. Ez még idő lesz. És innen fogják a követ elhordani, hát az is idő lesz.
Jó, hát majd egyszer megépül a templom. Kimondtam. És följebb tolom az időt, hadd haladjon. Hát, ha van olyan szerencsénk, hogy... Egyes nyersanyagok, oké, eltűnnek télen. Például a gyűjtögetős, az zsugorodó, izé... Hát a kő nem tűnt el, szerintem. A mezőgazdászok is haladtak valamennyit. Jó. Pörgessük akkor a téli időszakot át. Közben egy újabb családunk lett, ami most csak arra volt elég, hogy legalább gyorsabban tudunk templomot építeni. Jó, szerintem kell egy... itt valahol megy az út. Itt fog menni az út. Nem, nem ott fog menni az út. Itt fog menni az út. Arra. És most már egy erdészkunyhót elhelyezünk viszont ide. Ide így, bátran. Majd valamikor megépítik, nem az a lényeg, hogy mikor, hanem hogy fát kell ültetnünk, mert ott nagyon daráljuk le a fákat. És ez nem jó, mert el fog fogyni a fa. Jó, hát... Hány családot tudunk befogadni? 21, és nekünk van 12. Jó. Akkor lehet, hogy kicsit több a lakóhelyünk, mint amennyire szükség van. És csak azt kellett volna megvárni, hogy jöjjenek. Hoppa, templom! Jó, hát egy papot kijelölünk, ha már úgyis új család költözött be. Viszont ez azt jelenti, hogy ha amennyiben lesznek elegen, akkor elvileg szintet fognak tudni lépni. Mert hogy ruhásbódé a... Azt hiszem most lent fognak ültetni, igen. Hát ha lesz elég családunk, hopp, nőtt a templom miatt, nőtt az elismertségünk. Közben befejeztük a szélmalmot is, nagyon jó. Az azért jó, mert akkor elvileg most már van pékségünk, hogyha majd búzát termelünk, de egyelőre nem ez lesz a feladat, hanem az, hogy ruhát termeljenek maguknak. Befejezték az erdészkunyhót is. Most már valami produktívat is csinálhatnátok, mint például idehozhatnátok még ilyen dolgokat. Úgy látom, azt teszik. Elmennek a kőér? Nem, fölépítik a vadászkunyhót is. Jó, hát munkahely van. Munkahely bőven van. Most nekünk a szaporulatra kell odafigyelni. 56% a... Ezé, 57%, tehát ugye elvileg ez növeli a bevándorlás esélyét. És akkor ezek szerint van 21 házunk, amiből 11 foglalt, meg 2, 13 foglalt. Hát akkor ezé, templomba van templomi harangszó. Oké, egyelőre nem zavar, de ha nagyon zavart titeket, akkor szóljatok és kikapcsolható a hangja. Jó, 3 szabad családunk van. Ami azt jelenti, hogy az erdészkunyhót be tudjuk üzemelni, hogy ültessen fákat egy emberrel. Növöget a falu szépen. A falu szépen. Nem találnak a munkások egyelőre semmit. Igen, mert a bogyók azok nem ilyenkor érnek. Ezt tudjuk. Általános raktár megtelt. És tényleg. Fejlesztétek nagy raktárát.
Ha tudtok ilyet, miért ne csinálnátok meg? Itt lehet bővíteni a lakhelyeket. Aha. Értem. Lehet ilyen nagy... Jaj, de jó, jöttek emberek. Imádom, amikor jönnek dolgozni hozzánk. Ebben az esetben úgy érzem, hogy a nyersanyagellátást kell növelni, még több munkás dolgozzon a földeken tavasszal. Most várjuk, hogy jöjjenek be az épületekbe a szabad munkások. Azt osztogatom el a különböző helyekre, hogy történjen meló. Mert egyik évben kenyeret termelünk, a másik évben meg ruhát. Úgy látom, a tűzifával elég jól elláttuk magunkat, most már az élelem a problémásabb vonal. De a vadászatra viszont egy ember előzetesen berakunk, és bízunk a szaporulatban, mert a vadászok élelmet termelnek, és nekünk az jó. Hogy jó lenne? Lehet, hogy csak lenne. Na hát akkor most várjuk, hogy jöjjenek az emberek. Ez egy ilyen kis csilles történet. Csilles játék. Közben a csíkbaró válaszolt. Azt mondja, hogy... Oké, akkor jövök, azt mondja. Jó, akkor tán így. Oké, és átállítom a hangot, hogy ti is halljátok majd oda. Oké. Amikor akar, akkor majd jön. Hopp, itt elgörgettem. Hol vagyok? Visszagörgetünk. Jó. És akkor 12-szeres tempóval, de növekedik. Növekedik a templom miatt, növekedik az elismertségünk, tehát igen, már költöztek is be. Közben élelembódé. Menjél már. Ja, hogy itt egy ilyen valami, értem. Továbbra is várjuk a családokat, tehát ez csak arra volt elég, hogy a szállítmányozás jó legyen. És... rövidesen jön a nyár, azt mondja. A lemmezők... Igen, és itt egyébként ezek most nem termeltek semmit. Jó. Oké. Jó. Most lent termelünk, elvileg ebben az évben. Miért van sötét? Elment egy felhő fölöttünk, és azt is támolja a játék? Jó. Jó, közben föl-upgrade-eltük a raktárat. Ja, itt nincs a raktárnak embere, tehát nem húzza be a kaját, csak pakolja, amennyit lehet. Jó. Újabb család jött, úgyhogy a raktár is kapott egy raktári munkást. Örülünk neki. Itt igazából ez az izgalmas, hogy a termőföldeket mennyire fogják tudni fölkapálni, meg ilyenek. Meg nem tudom, hogy mennyire elég a munkaerő hozzá. Négy család van benne, tehát örülnek neki, ha azért azzal ugye ellenne, mert problémás. Jó, faültető, az úgy látom, hogy ülteti a fákat. Jó, csak idő, amíg kinő. Az teljesen normális. Akkor most várni kell. Tényleg 12-szeres tempóval pörgetem és várok. Ez dolgozik? Dolgozik, igen. Van neki bőrje, meg van neki kajája. Azt mondja, hogy a bőrből ez... A szövőműhely tud a bőrből csinálni ilyet? Nézzük csak az ipart.
Nem, az a cserzőműhely. Irhát használnak, hogy bőrt állítsanak elő. Hát... ipari zóna. Fölépítjük akkor a bőrmegmunkáláshoz az épületet is. Mondtam én, hogy kell ide a munkaerődögivel. Viszonylag jól ellátottak egyébként a családok, az egyértelmű. A ruha az probléma még mindig, de gondolom bőrből is lehet ruhát csinálni. Meg nagyon remélem, hogy itt még szabad bódéhely 4. Jó. Oké. Lett is egy új család, aki cserz. Jó, cserz. Hát a bőrcserzésből ruhát csinálni az egy ilyen menő dolog. Jó, itt a mezőgazdászok azok még mindig kapálnak. Ezerrel kapálnak. Remélem, hogy annyi, hogy kapálnak, meg aratnak, meg gondba lesznek, mert már június van, és nem ilyenkor ültetik a lent. Na, hogy a halott? Hey ho! Az első szinthez a ruhás bódét teljesítettük éppen. Csinálunk bőrcserzésből majd ezért ruhát. Van már vizük. Szállítgatni tudnak. Fa tüzelőanyag van. 5 hónapra elegendő tartalékokkal bírunk. Van 2 ökrünk, amivel tudunk szállítgatni, van egy kurva messze lévő kőfejtőnk, hogy kövünk is legyen, és a mezőgazdaságban jelen pillanatban elvileg lent termelünk 14%-os hatékonysággal, majd a következő szintlépésnél megtanítjuk nekik a nehézekét, illetve a trágyázást is megpróbáljuk elérni. Na és így egy és egy négy órányi játékidő után vélemény? Hát rajta tudok maradni egész délután eddig. Ja, értem, tehát akkor egyszer játszós. Nem tudom. Nem tudom, mert most... Tettél be ellenséget magadnak? Nem, de hogy tettem be magamnak ellenséget? Még csak az kéne. Most 12-szeres tempóval pörgetem az időt, hogy lássam, hogy mi van. Illetve nézem azt, hogy hova kell munkaerőt beosztanom. De a len mellett talán a szövőműhely lesz az ideális. Ha termelnek lent, akkor szőjenek belőle. Valamit megy a kapálás a kijelölt gigantikus földterületnek. 4 családot raktam rá. Az a baj, hogy lassan el fognak fogyni a munkaerő töbleteink. Mondjuk pont annyi, amennyi talán még a szélmalomban, meg a pékségbe kell annyi lesz. És utána majd növelnünk kell a dolgokat. Lementém a teljes közelítésbe? Hát persze. Annyit, hogy elméletek egyes emberekbe bele is lehet mászni, és akkor Nem úgy van, mert szévelek egyet. Játék mentése. Igen, felülírom az automatikus mentést. Igen. Felülírtam. Igen. Mert hogy be lehet menni ilyen sétáló üzemmódba. De bugos, azt írták, hogy az simán benne van. Hogy ilyenkor elszáll. Igen, kikressel. Az kán. Na, lehet futni is benne, de igazából ez ennyi, hogy lehet sétálni a ezében jó menőbb, mint annak idején a Rollercoaster Tycoonba, amikor ugyanezt meg lehetett csinálni, hogy beültél a... kicsit más volt. De az a lényeg, hogy igen, így ilyen földes úrként be lehet sétálni a faluba, és így körül lehet nézni, ami szerintem menő. Tehát ugye egy jó pofi funkció, de körülbelül ennyi. Hát itt... figyelj, ez majd tudnak hozzáadni, azért ne felejtsd, de hogyha ezt így meg tudják csinálni, hogy tudsz interaktálni rendesen, meg bele tudsz a dolgokba nyúlni. Nyilván akkor van. Elmehetsz béketárgyalni is. Tehát gyakorlatilag van benne potenciális lehetőség. Jó, nyilván. Hát én most azért mondom, hogy most azt próbáltam felmérni, hogyha elkezdek vele játszani, akkor a balansz az mennyire megy el az early-be, aztán nyilván a nehezítés meg később jöhet. Egyelőre a beköltöző családok és az első szint elérése, valamint az alapszintű technológiák legyenek meg. Mert jelen pillanatban például már több a tüzelőnk hónapban, mint az élelmiszerünk, ami azt jelenti, hogy tök jó lenne, hogyha igen kézikocsival elhoznátok a húsit, nem csak a követ. Jó, hát
Jó, de a közel fél éves tartalék is azért nem rossz, így ennyi játékidő alatt. Ja persze, 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 persze. És közben megint jött egy család, akit beoszthatunk valahova. Itt már van ember, szövödébe van ember, kemencébe meg még minek rakjak embert, amikor még szélmalom. Jó, hát a szélmalomba is lesz ember most már. És kijelöljük az újabb lakózónákat. Összekötjük az utat egyszer. És nem arra fogunk építkezni, hanem a másik irányba egyébként. Mert a szélmalom köré nem szereti, ha építkezek. Miért lefogja a szelet az épület? Igen. Az komoly, már az is le van, hogy hívják olva, hogy le van programozva, hogy erre is figyeljen, az jó. Jó, nagy parcellákat építünk, mert szeretjük a melléképületes, meg kiegészíthető épületeket, és kurva sok lakóépületet helyezünk el, hogy ne unatkozzanak az emberek, akik most van két családom, aki unatkozik, úgyhogy bőszen tudnak építkezni. Nem veszem a tempót, mert itt már nagyon elkenni viszont grafikailag. Hát semmi, hát jönnek be folyamatosan a családok, és úgy bővítem a munkaterületeket ki. Miután felfogtam, hogy működik a dolog. És ugye a tartalékok azért is nem nőnek, mert nő a lakosság. Tehát az előállításunk az hiába tök jó, hogyha mellette a fogyasztásunk jó, jócskán megnő. Oké, de minél több lakos, annál több szabad kéz. Ez így van?